1917. szeptember 15-e. Ettől az időponttól fogadja a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium egyik jogelőd intézménye a diákokat. Az iskola a 2017-es évben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Számos programmal, kiállításokkal várják a leendő és egykori diákokat. Az ünnepségsorozat egyik kiemelkedő állomása az október 26-ai díszünnepség. A mai rendezvényünk a legnagyobb rendezvény, hiszen ennek a célközönség a teljes tanulóifjúság, öreg diákok is regisztrálhattak, és természetesen a város és a megye közéleti szereplőit, vezetőit is ide várjuk, úgy, hogy jelen van az intézmény valamennyi dolgozója. De az ünnepségsorozatot egész 10 hónapra, tehát egész tanévre terveztük. Ezzel pontosan az a célunk, hogy a nálunk végzett tudósok, művészek sorsának, életművének a megismerésével mi is töltekezzünk és erőt gyűjtsünk a következő 100 évre. A jubileumi díszünnepsége zászlóátadást nyitotta meg. A tanulók képviseletében Lukács Nándor, a diák önkormányzat elnöke, míg a sportolók képviseletében Kecskés Kristóf kézilabdázó adták át a zászlót a korábbi nemzedék képviselőinek. A rendezvényen köszöntőt mondott Kovács Ferenc, Nyíregyháza város polgármestere, aki beszédében az iskolában végzett magas szintű oktató-nevelő munkát méltatta. Az Zrínyi Ilona gimnázium 100 éves, ez bizonyítja, hogy itt erre a gimnáziumra mindig szükség volt, mindig minőségi oktatást jelentett. Leghitelesebben az itt végzett diákok tudják ezt bizonyítani, hiszen nagyon sok sikeres életpálya itt kezdődött, itt indult. És azt hiszem, remélem, hogy a mostani diákok is tudják, hogy itt az iskolából kapnak egy olyan alapot, amire építkeznek, egy olyan tudást, amit továbbfejlesztetnek, és egy olyan közösséget, ami azt remélem nem csak a gimnáziumhoz, hanem a városunkhoz, Nyíregyházához is köti őket. Kovács Ferenc polgármester azt is hozzátette, jövőre felújítási munkálatok kezdődnek az iskolában. A város közel 200 millió forintos beruházást végez majd az intézményben, és a tankerület is számos fejlesztéssel segíti a gimnáziumot.